A vonalban pedig Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt társelnöke. Társelnök vagy elnök vagy? Szervusz! Sziasztok! Hát lecsúsztam ugye pár éve, sajnos ez a töretlenül indult elnöki karrierem, hát kicsit megbicsaklott, és igen, társelnök vagyok most már. Én is így éreztem, hogy már társelnök vagy te is, hát borzasztó. Ezek a demokratikusan gondolkozó, nem is tudom, hogy merjelek-e politikusnak nevezni, mert erről akarok tulajdonképpen beszélni veled. Szóval ezek a demokratikusan gondolkozó politikusok beleesnek egy ilyen csapdába, hogy hát legyünk demokratikusabbak még a többieknél is, ne egyedül irányítsunk egy pártot, például legyünk ketten, az mégiscsak egy kicsikét arányosabb és szimpatikusabb és kompromisszumkészebb, és akkor jobban el tudjuk látni a feladatunkat. Na, zárójel bezárva. Egyébként adjuk csak ezt, hogy igazából még rosszabb a helyzet ebből a szempontból, mert nálunk igazából a tagság, ami hát gyakorlatilag minden fontos kérdésben a tagság dönt. Hát akkor magatokra vessetek. Hát igen. Na de amiről igazán komolyan akartam volna veled beszélni, az a következő. Múlt héten, talán múlt hét végén valamelyik éjszaka az MKKP újpesti tagjai felújítottak több telefonfülkét, használaton kívüli telefonfülkét természetesen Újpest központban lévő aluljáróban. Ezek ugye ott álltak üresen, és egy éjszaka alatt az egyik fülkébe beraktak egy fogast, ahova használt kabátokat raktak, el lehet vinni, aki akarja, akinek szüksége van meleg ruhára, a másikba antikváriumot, ahol ingyen könyveket lehetett rakni, és onnét elvinni, egy harmadikban tartós élelmiszert, és így tovább utcazenészeknek színpadot. Nagyon szimpatikus, nagyon eredeti, nagyon vonzó dolog, és itt dicsérték is a műsorban. Én meg talán a műsorban, talán egy kérdésre válaszolva később azt a megjegyzést tettem, hogy hurrá, nagyszerű, gratulálok, és tényleg igazán eredeti, amit a kutyapárt csinál, ilyeneket és ehhez hasonlókat, de most már azt szeretném látni, hogy bevetik magukat az országos politikába, és megmutatják, hogy mit akarnak csinálni az országgal. Van-e ilyen ambíciótok? Hát szerintem ezt mi úgy próbáljuk csinálni, hogy amikor eljön az ideje, és hogyha mondjuk majd az európai parlamenti választáson majd nem tudom, mi leszünk a másodikak, vagy a harmadikak. Miért? Akkor, elsők? Akkor, mi akkor az, gondolom, egy második? Első. Akkor feltételezem, hogy nem ússzuk meg. Most ugye egyelőre szerintem nekünk azt kell megugrani, hogy a jövő évi, tehát az önkormányzati, illetve az EP választáson talán egy kicsit komolyabb hozzáállásunk lesz, mint eddig volt. Az önkormányzati, most ugye tényleg ugye van ez a képzés már egy éve a jelölteknek, ők csináltak problématérképet, ők kitalálták, hogy erre milyen megoldásokat tudnának csinálni. Igyekeztünk olyanokat válogatni, amik ugye levezethetőek a kutyapár tevékenységéből, vagy mert már csináltunk ilyet, vagy mert önkormányzatban foglalkoztunk ilyenekkel, tehát nem ilyen kitaláljuk, aztán majd úgy lesz bőle semmi vonalon. Tehát ez a része igen, meg hát az EP-ben is megpróbálunk értelmes, már amennyire lehet ott értelmes dolgokkal foglalkozni. Na de hát miért ne lehetne? Nem mondom, hogy egy kutyapárti európai parlamenti képviselő, vagy 2, vagy 12, hogy meg is nyerjétek akkor. Szóval 12 európai parlamenti képviselő a kutyapártból nem fogja megváltoztatni azt az irányt, amely felé Európa halad, mert azért van még hozzá 700 másik. De hát mégiscsak valamit tud csinálni, kapcsolatokat tud építeni, ki tudja fejteni a legfontosabb európai és magyar kérdésekben a véleményét, szóval el tudja mondani, hogy mit gondol a világról és Magyarországról, mit kéne csinálni, merre kell menni. Erről szól a politika, hogyha olyan helyzetbe kerülünk, hogy ebbe beleszólhassunk, akkor nem csak aluljárókon, vagy aluljárókban egy-egy üresen álló fülkét hozunk rendbe, az is fontos, hanem megpróbáljuk elmondani, hogy milyen országot csinálnánk itt és Európán belül. Ezzel abszolút egyetértek, és nyilván ott ez egy lehetőség, és ott nyilván el kell majd mondani, hogy azokkal az aktuális topikokkal, amik most mondjuk Európában fontosak, akár a esetleges bővítés, vagy a klímapolitikának a hatásai, vagy a bevándorlás, tehát nyilván ezekről ott el lehet.
meg egyébként még rengeteg mindent lehet ott csinálni szerintem. Igazából azt az egy részét arra értettem a mondatomat, hogy ugye ott parlamenti képviselőt választanak, ugye és a parlament alapvetően egy törvényhozó szerv Európában, és ott azért azt mondani, hogy ott valaki valamit tényleg majd így elér, azért azt szerintem egy kicsit túlzás. Volt ez az emlékezetes ígérete ugye a demokratikus koalíciónak, az európai minimálbér, ami nem tudom egyébként, hogy van az emberek fejében, szerintem az emberek 98%-ának a fejében az van, hogy ez valami összeg. Ugye ez az, amitől ugye holnap összeomlana a magyar gazdaság, hogyha ugyanannyi lenne a minimálbér, mint Luxemburgban. És egyébként én most el is olvastam, mert egyébként elfogadtak egyfajta európai minimálbér dolgot, ami egyébként egy ajánlás, és igazából a minimálbér kiszámításának a technikájára vonatkozik, amit jelenleg nagyjából úgy definiálnak Magyarországon, hogy amikor megegyeznek, ugye jellemzően ugye nálunk a munkavállalók és a munkáltatók, akkor a úgymond gazdasági társadalmi körülményekhez igazítják, de gyakorlatban nyilván, hogyha nő a reálbér, akkor lehet kicsit ezt is tövelni. És az EP által elfogadott ajánlás egy kicsit tágabb és jobban részletezi. Na mindegy, csak hogy ezzel szerintem például jó sok ember át lett verve, hogy majd itt európai minimálbér lesz, mert itt szó nincs erről egyébként. És ezt valahogy sose tették hozzá, hogy itt igazából nem egy összegről van szó. Igazából csak ezt akartam mondani, hogy ilyeneket szerintem tök felesleges, vagy hát persze lehet ugye, meg ilyen sört is lehet ígérni, csak hogy ez egy másik. De ellenben meg valóban szerintem tényleg lehet tök sok hasznos dolgot csinálni, ott meg elérni. Na jó. Ha nem is a törvényalkotásban. Igen, akkor a DK-val szemben meghatároztad magad, illetve a pártodat. Wow. Rendben van, de ha már szóba hoztad ezt az európai minimálbért, és a magyart is. Azért ez egy fontos kérdés. Igaz, hogy többé-kevésbé megvannak a kigyakorolt a Fidesz által itt-ott azért megváltoztatott szabályai, de mondjuk a kutyapártnak van valamilyen politikai elképzelése, esetleg kidolgozott álláspontja arról, hogy milyen legyen a minimálbér és annak megállapítása Magyarországon, mire kellene törekedni, meg kellene adóztatni, mint ahogy ma megvan, vagy el kéne engedni az adóját, vagy arra kellene törekedni, hogy ez nagyobb mértékben nőjön minden évben, mint úgy általánosságban az átlagbér. Szóval el kellene kezdeni ilyenekkel foglalkozni, és ennek sok nagyon lényeges százezreket érintő részlete van, sőt milliókat. Foglalkoztok ilyennel? Hát egyébként szerintem ez a része nem bonyolult, mert már annak egy összetett kérdésről van szó, mert itt ugye ez egy elég általános probléma, és nem csak Magyarországon, hogy a társadalmi különbségek, ugye mondjuk így a leggazdagabb 10%, meg az alsó valamennyi százalék között azért az elmúlt pár tíz évben folyamatosan nőtt. És ugye részben... Egy kicsit hadd korrigáljalak, azért volt az átkozott Gyurcsány korszakban, Megyesi Gyurcsány korszakban néhány év, amikor a felső és az alsó 10% között a különbség csökkent. Aztán részben a 2008-9-es válság következtében, de a Fideszes éra alatt megint elkezdett nőni. Igen, csak arra akartam utalni, hogy azért ez egy ilyen tendencia is. Tehát a másik világháború után, amennyire én tudom, azért a fejlett világban itt elindult egy csökkenés, majd az elmúlt pár tíz évben inkább a különbségek irányába mentünk el. És ugye nyilván emiatt is van az, hogy mondjuk a kormány évente 783 akkumulátorgyárat akar Magyarországra hozni, mert neki szüksége van ugye a folyamatos minden nagyobb gazdasági növekedésre, hogy még ha esetleg nőnek is a különbségek, mégiscsak egy kicsit azért a szegényeknek is több jövedelme legyen. Tehát ezt szerintem igazából innen kellene megfogni, és itt jönnek be a nagyon nagy problémák, amiket igazából soha nem tudom, hogy lehetne megoldani, mert szerintem most már a legtöbb, jelentősebb problémát igazából globálisan lehetne kezelni. És ugye a világnak nincsen globális kormánya, és valószínűleg a többség nem is akarná, hogy legyen, vagy nem tudom, de csinálhat bárki bármilyen adópolitikát egy országba, amíg el lehet vinni offshore államokba, és akkor ott nem fizetnek adót. Lehet bármilyen tök jó éghajlatváltozás elleni dolgokat csinálni Európába, amíg mondjuk Kína ezzel nem foglalkozik, és tök más csinál, és sorolhatnám. Tehát azért nagyon sokszor itt már az ilyen globális problémákból ütközünk szerintem, amikor helyben meg akarunk valamit oldani. De egyébként meg szerintem minden olyan, ami
Mi azért így nem dönti össze a gazdaságot és a társadalmi különbségek csökkentésére irányul, szerintem nagyon fontos lenne egy Magyarországon, és hát nyilván a minimálbér is egy ilyen dolog. Mindjárt azt mondanám, hogy bár a DK-val szemben határoztad meg az MKKP álláspontját minimálbérügyben, de ez egy szociáldemokrata világkép volt így röviden összesűrítve, úgyhogy talán mégis van közös nevező. Na, anélkül, hogy össze akarnálak benneteket békíteni. Miután azt mondod, hogy igen, vannak ilyen kérdések, amelyek, vagy egyre több, amelyeket csak világméretekben lehet megoldani, de mondjuk arra lehetőség, hogy a kutyapárt, vagy akár Magyarország világméretű kérdésekbe beleszóljon, de még akár Európa is csinálja a magáé, de nem tudhatni arra, hogy Kínában és Indiában éppen mit csinálnak. De azért például az Európai Parlamenti Tagság képviselőség egy lépés afelé, hogy lehessen hallani azt a hangot. Ha van a kutyapártnak saját hangja, saját véleménye, akár globális kérdésekről, akár helyiekről, akkor azt Brüsszelben és Strasbourgban hallatni lehet, és talán van, és lesz is olyan, aki odafigyel, akkor oda már a nemzetközi sajtó is érdeklődéssel fordul. Kik ezek? Mi ez? Viccpárt? Komoly párt? Mit mondanak? Szóval van lehetőség arra, hogy egy párt, amelyiknek ambíciója az, hogy próbálja a világot és Magyarországot egy kicsit jobbá tenni, az ebben eredményeket érjen el. Kicsit, mert a világot megváltani nem fogja, de eredményeket igen. Ehhez viszont az kell, hogy tudni lehessen, hogy mit akar ez a te pártod. Dolgoztok-e azon, hogy legyen ilyen, akár jövő júniusra? Hát mondom, az EP-vel kapcsolatos, vagy hát a témákat nyilván átnéztük, meg foglalkozunk vele, és nyilván, és tényleg vannak olyanok, ahol mondjuk nem is feltétlenül túl nagy változtatásoknak lett volna eredménye, és egyébként ilyen szerintem ez a visszatartott EU-s források ügye is, hogy itt ugye leginkább annyit hallani, hogy most hogy jöjjön a pénz, vagy ne jöjjön, vagy nem tudom. Miközben nekem meg igazából az a véleményem, hogy önmagában az, hogy az EU bizonyos elvárásokat támaszt Magyarország felé, mert azt látja, hogy nem feltétlenül megfelelő helyre kerülnek ezek a források, az még szerintem rendben is van. Viszont, hogyha az ember megnézi egy picit részletesebben, hogy mik ezek a úgymond integritást elősegítő mérföldkövek, akkor azért azt látja, hogy hát nem biztos, hogy ezeknek lesz bármifajta hatása azon a tengelyen, amiről az egész alapvetően szólna. Tehát amikor azt mondja az EU, hogy kell csinálni egy integritás hatóságot, ami majd itt a magyar közbeszerzéseket kockázat elemzi, akkor nem az van, hogy az integritás hatóságnak lesz valami fajta jogköre, valami döntési jogköre, hanem ez a hatóság ajánlásokat fog tenni, és már tett is a mi kormányunknak, amire utána a kormány meg nem foglalkozik. És ilyenből sorolhatnék rengeteget, tehát hogy csomószor meg úgy érzem, hogy ezek kicsit ilyen puha megoldások, miközben lehet, hogy nem létezik arra megoldás, és bármit csinálunk, ezek úgyis lopni fognak, tehát el is lehet, de minden esetre amiket ők kitaláltak, azok azért szerintem jóval hatékonyabbak lehettek volna. Igen. Na, például ebben is nagyon sok igazság van, sőt, talán a teljes igazság is benne van, de ez megint egy olyan politikai pont, vagy egy olyan politikai álláspont, amire lehet építeni akár európai politikát is, hogy igen, Európa jó dolog, meg az európai demokrácia is, meg az unió alapelvei is, azokat betartják, az is jó, de hogyha csak így tessék, lássék, akkor azzal nem sokat jutunk előre. Szóval ezek szerint ez is egyik pontja lesz annak, hogy mivel léptek ki a magyar választók elé az európai választásokra, hogy igen, legyen demokrácia, legyen kontroll, legyen ellenőrzés, próbáljuk megakadályozni a lopást, de ehhez, amit eddig tettek, ez kevés? A kutyapárt többet akar? Hát az igazság, hogy én tényleg ilyen szakmai témákról nagyon szívesen beszélek, és mi már sokat is beszéltünk elő, és szívesen elmondom a véleményem, tehát ilyeneket lehet tőlünk várni, tehát a nem tudom, a bevándorlásról is azért nem túl nehéz kitalálni, hogy igazából mi a probléma, és hogy mi a megoldás, és akkor mindig minden oda vezet, hogy nyilván azért egy bizonyos számba azért ugye ezt nem lehet végtelenségig csinálni, egy bizonyos számba meg lehet csinálni, csak ugye az integráció, ami
ami nem történik meg, és például Magyarország is megint ebből a lehető legrosszabb példát mutatja, mert én szerintem önmagában az, hogy jönnek ide vendégmunkások, mert már telített a magyar munkaerőpiac, azzal nekem igazából nincsen gondom, csak ugye itt a kormány hozzáállása megint az, hogy ezek majd ugye úgyis hazamennek. Ugyanúgy látjuk, hogy ezek az emberek elszeparált szállásokon fognak lakni. És aztán meg nem fog mind hazamenni, és hogy akkor itt tök mellé kéne tenni azt a dolgot, hogy úgymond beismerni a kormány részére, hogy igen, majd lesz pár ezer, tízezer, százezer, aki itt marad, és akkor ezzel lehet foglalkozni, és ha tudjuk őket integrálni megfelelően, akkor ebből nem lesz probléma. Hát ennek ugye mi nyilván pont a teljes ellentétjét csináljuk, mert 7 éve hergel ugye mindenfajta, hát nem is tudom, ideérkező külföldi ellen a magyar kormány. Szóval ezeket azért nem tudom, mert úgy szerintem, hogy hogyan lehetne egy kicsit jobban csinálni. Na jó, nekem ennyiből tetszik, amit a kétfarkú kutyapárt társelnöke mond, úgyhogy csak azt tudom mondani, hogy ezek szerint ez akár valamiféle sumája is lehet a beszélgetésünknek, a kétfarkú kutyapárt szeretne országos politikai párttá válni abból a szempontból is, hogy igenis van véleménye a legfőbb kérdésekről, ezt a véleményét össze is fogja foglalni, feltételezem, és a választók elé is fogja bocsátani, nem feltétlenül egy programban, nem tudom miben, és nem tudom mikor, nem tudom hogyan, de ezek szerint több az ambíciótok, mint néhány üres telefonfülkét redben hozni. A kettő egyébként nem mond egymásnak ellen, csak az egyikre rá kéne építeni a másikat. Ráépítitek? Hát az első részére azt igen, tehát azt mondhatom, tehát hogy mi az ilyen fontosabb kérdésekben milyen állásponton vagyunk, azt megismerhetik a kedves szavazók, mielőtt leadják a voksukat. A ráépítés része meg szerintem nagyon fontos, mert azért a legtöbb dolgot szerintem tényleg akkor lehet hihetően és hitelesen képviselni, ha látják, hogy te ezzel foglalkoztál, te ezzel a szinten valamit elértél. Nem tudom, hogyha Ferencvárosban a Szuzék megcsinálták olyanra a kulturális pályázatokat, amilyennek kell lenniük, és ebbe most semmifajta csoda nincsen, mert egészen arról van szó, hogy objektív pontrendszer van, szakmai zsűri van, a győztestől elvárják, hogy valamit tegyen a kerületért, mondjuk lejönnek ingyenes programok a lakóknak, tehát ha már ezt valahol megcsináltuk, akkor ezt én merem mondani, hogy akkor majd a többi önkormányzatban is igyekszünk megcsinálni, ahova bekerülünk. Csak én tényleg jobb szeretek úgy valamiről beszélni, ha már egyszer ezt úgy letettük az asztalra, és nem csak azt mondom, hogy na majd, mi majd ezt csinálnánk típusú vonalon. Rég nevettem ilyen keveset egy Kovács Gergővel folytatott beszélgetésben. De örülök, hogy ilyen komoly voltál. Köszönöm szépen. Szervusz, minden jót. Sziasztok.